Alaposan átalakult a Kisvárda játékos kerete az előző szezonhoz képest, 13 játékos távozott az NB2 legutóbbi bronzérmesétől, helyükre pedig 13 új labdarúgó érkezett. Némileg árnyalja a képet az a tény, hogy a tavalyi kezdő 11-ből mindössze 4-en hiányozhatnak majd a szezonnyitón, ennek ellenére új csapatot kell építeni a szakmai munkát júliustól irányító kontás elemérnek, mégpedig úgy, hogy közben az eredményességet sem lehet szem elől téveszteni. A bajnokság eleje pedig meglehetősen sűrű, szeptember 2-ával bezárólag 7 fordulót játszanak le a csapatok. A Kisvárda sorsolása felemásnak mondható, az első 4 fordulóban ugyan 3-szor is hazai pályán játszanak Gosztonyiék, de a Mosonmagyaróvárt követően a Győr, a Zalaegerszeg és a Gyirmót ellen kellene a lehető legtöbb pontot begyűjtenie Kondás Elemér együttesének. Nem szoktam pontszámot tervezni, vagyis hát tulajdonképpen, hogyha Lakat Kalsi bácsit idézném, vagy akár a Rudi bácsit, Ilovszki Rudi bácsit, hogy győzelmet kell mindig kalkulálni, mert a vereség úgyis jön magától. Tehát nyilván én korábban is úgy voltam vele, hogy minden mérkőzésre úgy készültem a csapattal, hogy azt meg akarjuk nyerni, meg szeretnénk nyerni. Aztán utána a mérkőzés közben kialakul az, hogy éppen milyen eredményt tudunk elérni, de azon leszünk, hogy a lehető legjobb eredményt ki tudjuk hozni ezekből a mérkőzésekből. Én azt mondom, hogy nem mennék annyira előre, én az első fordulóban gondolkodom, azt szeretnénk megnyerni a hazai találkozót elsőt. Fontosnak tartja a jó rajtot a csapatkapitány Lukasz Bertucci is, aki szerint egy sikeres kezdés meghatározhatja a csapat egész őszi szereplését. Mindenfélig győzelem szeretnék az EOS, mert szerintem nagyon fontos, hogy az EOS bajnoki megnyerünk, hát akkor plusz motiváció is tud át, plusz energia tud át a csapatnak az egész szezonban. A Kisvárda-Mosonmagyaróvár mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Várkerti pályán, a Kölcsey Televízió nézői pedig hétfőn 20 óra 40-től láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Budaörs-Gyirmót, Budafok-Nyíregyháza-Spartakus, Szolnok-Dorog, Vác-Soroksár, Cegléd-Grosics-Akadémia, Békéscsaba-Kazincbarcika, Csákvár-MTK-Budapest, Siófok-Sopron és Zalaegerszeg-Győr.